kutyák mellett talán a macskák a legnépszerűbb háziállatok, és nem hiába. Ezek a cuki kis szőrgombolyagok valami furcsa mágiával képesek két harapás és karmolás között totális szeretetet és nyugodtságot árasztani, amit imádnak a gazdáik. Az otthonok ninjái, akik képesek a legelképesztőbb helyekre is eljutni, vagy ha épp úgy tartja kedvük, egy teljes napot átaludni. És jaj neked, ha megzavarod őket! Sziasztok! Márk vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10 érdekességet a macskákról, amit eddig talán nem tudtatok. A macskák nem hiába híresek a kecses mozgásukról, úgyhogy nézzük is meg, ez miért van így. A macskák nem a talpuk teljes felületén, hanem többnyire lábujjhegyen közlekednek. Most már érthető, hogy miért tudják olyan könnyedén becserkészni az áldozatukat, majd rávetni magukat egy pillanat alatt. A lábujjhegyen való járás segít nekik abban, hogy szinte hang nélkül, de mégis gyorsan elérjék őket. Sokszor látni, ahogy a macskák ugrálnak játék közben, vagy felugranak a lakás azon részeire, amiről soha nem gondoltuk volna, hogy egyáltalán megközelíthető. Mégis ezek a teremtmények parkúrosokat meghazudtoló módon képesek közlekedni bárhol a világban. Az, hogy lábujjhegyen közlekednek, nagyban segít nekik abban, hogy hatalmasat tudjanak ugrani, és ne sérüljenek meg eközben. Úgy képzeljük el ilyenkor a lábaik működését, mintha azokban rugók lennének, és érkezéskor hasonlóan működnek, mint a lengés csillapítók. Így nem csoda, hogy cirminek akkor se törik el a lába, ha a 2,5 méter magas szekrény tetejéről dönt úgy, hogy leugrik a padlóra. A cicák dorombolnak, amikor boldogok, amikor pihennek, amikor egy számukra különleges személy simogatja őket, de vannak, akik evés közben is csinálják. De az állatorvosok szerint a macskák akkor is dorombolnak, amikor valami fáj nekik, vagy éppen szoronganak. Ilyenkor saját maguk megnyugtatása miatt teszik ezt. Az anyamacskák is sokszor dorombolnak, hogy kicsinyeiknek megnyugtató körülményeket szolgáltassanak. Kiderült ugyanis, hogy a dorombolás gyógyító hatással bír, ugyanis a rezgések terápiás hatással vannak az emberekre és más macskákra is. Egy amerikai kutatás közel 4500 embert vizsgált egy évtizeden keresztül, ahol meglepő eredményre jutottak. A macskatartóknál 40%-kal kevesebbszer fordul elő szívroham, és 30%-kal kevesebb volt a szív- és érrendszeri megbetegedés. Ez annak köszönhető, hogy a dorombolásnál a rezgések a 20 és 140 Hz közötti tartományban mozognak, amiről köztudott, hogy stressz csökkentő hatású. A 25-50 Hz-es frekvencia optimális a csontok megerősítéséhez is. A stressz sokszor okoz szervi panaszokat is, viszont a dorombolásnak rengeteg jótékony hatása van. Segít a légzési panaszokon, és segít a lágyszövetekben és csontokban előforduló daganatokon is. Természetesen, ha bármilyen panaszotok van, inkább forduljatok orvoshoz, mint a macskátokhoz. Ha van macskád, te is biztosan észrevetted már, hogy a macskákat teljesen hidegen hagyja minden nemű édesség. Igazából semmi más nem érdekli őket, csak a hús. Na jó, meg az egész napos pihenés és a felettébb érdekes piros lézerpont. Ez nem azért van, mert minden házi cica belül egy született gyilkos, aki csak arra vár, hogy elkapja a prédát, hanem azért, mert egyszerűen genetikailag nem érzik az édes ízeket. Az édes ízeket csak akkor érzékeljük, ha két különböző gén egyszerre működik a szervezetünkben. Ez a minden és a növényevő egyedeknél alakult ki, mivel azoknak, akik nem csak húst esznek, nagyon fontos a megfelelő energiabevitel. Amikor a receptorok édes ízt érzékelnek, egy másik receptorral együttműködve azonnal jeleket küldenek az agyba, hogy tudjuk, a testünk értékes szénhidráthoz jutott. Viszont a macskák csak és kizárólag húst esznek, ennek eredményeként pedig az a gén, ami az édes íz érzékeléséhez szükséges, náluk nem fejlődött ki. Szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt állítom, a kutyák mellett a macskák szaglása is kiváló. Több mint 200 millió apró érzékelő sejt van az orrukban, míg az emberekében csupán 5 millió, tehát gyorsan ki lehet számolni, hogy a macskáknak 40-szer több jutott ebből. A szagok érzékelésében viszont ennek ellenére csak 20-szor teljesítenek jobban, mint a gazdáik. Ráadásul a macskák elsősorban a szaglásukkal azonosítják be a tárgyakat és az embereket is. Ezért is kell vigyázni azzal, ha például új bútort vagy illatos almot, esetleg erőszakú dolgokat veszel, vagy esetleg egy eddig ismeretlen emberi lényt viszel a lakásba, mert ezekkel könnyedén felzaklathatod imádott házi állatodat. Arról nem is beszélve, hogy egy idegen állattal vagy csak annak a szagával térsz haza. Jöjjön egy másik szupererejük, méghozzá a hallásuk. A macskák füleiben 32 különböző izom található, amivel majdnem minden irányba tudják mozgatni a fülüket. Képesek teljesen a fejükre lapítani és akár 180 fokos szögben is elforgatni. Az emberi fül pedig csak úgy ott van, ahova annó oda tették.
Így már érthető, hogy a nagymacskák miért képesek egy ültőhelyükben megneszelni akár a nagyon távoli zsákmányt is. Kutatások kimutatták, hogy a macskák sokkal szélesebb tartományban képesek érzékelni a rezgéseket, mint a kutyák. Míg az ember legjobb barátai 67 és 45 ezer Hz között, addig a macskák lenyűgöző 45 és 64 ezer Hz között érzékelik a hanghullámokat. De ne búsuljunk, nem a kutyák lettek az utolsók, ugyanis mi emberek csak 20 és 23 ezer Hz-es tartományban hallunk. Viszont egy hasonlóság köztünk és az aprószőrös állataink között az, hogy az emberi fül egyik részében folyadék található, ami segít nekünk az egyensúlyozásban. Ez a macskákéban is így van. Ez is segít nekik a szűk helyeken való közlekedésben, és ennek a fülben levő folyadéknak köszönhetik azt, hogy mindig a talpukon landolnak. Nem árulok zsákba macskát, ha azt mondom, a macskák látása sötétben messze menően túlszárnyalja az emberekét. A gazdiknak biztosan ismerős az a helyzet, amikor éjjel váratlanul rájuk veti magát valami. Mire ők már kihordtak egy enyhe szívrohamot lábon, majd realizálták, hogy ez csak a kis szőrös kedvencük és nem a mumus a szekrényből, addigra a macskák már rég tovább is ugrottak és folytatják üdítő kis játékukat. Hogyan lehetséges ez? A szemük hátsó részén egy fényvisszaverő réteg található, ami képes összegyűjteni a rendelkezésre álló összes fényt, majd ezeket felerősíti és visszatükrözi a retinából. Így tudnak éjjel is minden apró pontot tökéletesen feldolgozni. Ez az egyedülálló képesség teszi őket olyan nagyszerű éjjeli vadászokká, és ezzel még a többi ragadozó előtt is lépés előnyben vannak. A kis cicák születésüktől fogva megszokták, hogy az érintés egy elsődleges kifejezési forma. A cicák már fiatalon párt választanak maguknak, vagy éppen megküzdenek egymással. Mivel minden egyes szőrszálukban nagyon sok idegvégződés található, így rengeteg jelzést kap az idegrendszerük. A bajszuk pedig úgymond a bőrük meghosszabbítása háromszor mélyebben ágyazódik be, mint a szőrszálaik, és képesek vele érzékelni a legkisebb rezdüléseket is. Ezeket a változásokat a szőrszálak gyökerében található szenzorok közvetítik az agyba. Nagy segítségükre van az éjszakai tájékozódásban, ilyenkor úgy viselkednek, mint egy radar. Sokszor tapasztalhatjuk, ahogy egy simogatás során újra kis cicaként viselkednek. Minél többet kerülsz vele kapcsolatba, amíg fiatal, annál nagyobb az esélye arra, hogy felnőtt korában is élvezni fogja az emberi érintést. Persze előfordul, hogy lesznek olyan macskák, akik ennek ellenére kevésbé kedvelik azt, ha papusgatják őket, de általában ezt finoman vagy kevésbé finoman jelezni is szokták. Akárcsak az emberek között, úgy náluk is van, aki szereti az érintéseket és a társaságot, és van, aki antiszociális. De ne ijedj meg, attól még, hogy a macskát kevésbé szereti a simogatást, ugyanúgy kifejezi a szeretetét a játékkal, együttalvással, vagy azzal, hogy ráülnek a könyvedre, illetve a laptopodra, miközben olvasol, vagy éppen dolgozol. A következő információ kicsit meglepő lehet. A macskák szeretik a tejet, ezt mondják nekünk kiskorunktól kezdve, és ezt látjuk a mesékben is. De valójában a macskák laktózérzékenyek is lehetnek. Hogy mi ennek az oka? Az, hogy mint minden emlős, a kis cicák is anyatejet isznak születésük után. Ez a fő energiaforrásuk, így képes a szervezetük megemészteni a tejben található laktózt és cukrot. Viszont később, amikor nagyobbak lesznek, már nem esznek más, csak húst, így a laktózt lebontó enzimek eltűnnek a szervezetükből. Ezért, ha a felnőtt macskának tejet adsz, könnyen előfordulhat, hogy nem lesz képes rendesen megemészteni azt, és fájni fog a hasa. A mellékhatások akárcsak az embereknél, a macskáknál is lehetnek, még ennél is kellemetlenebbek. Ha a cicádnak tejet adsz, 8-12 órán belül ki fog derülni érzékenye, mert náluk is megjelenhet a hasmenés, vagy akár a hányás is. Sokszor hallottam már én is, hogy a macskák nem képesek se léhegni, se pedig izzadni. Mégis akkor hogyan vezetik le a hőt a testükből? A válasz nagyon egyszerű, igazából képesek mind a kettőre. A tappancsokon keresztül verejtékeznek, erre pedig jó bizonyíték, hogy az ilyet macskák sokszor hagynak nedves lábnyomokat maguk után. Viszont abban egyetérthetünk, hogy ez elég pici felület ahhoz, hogy ki tudják adni a felgyülemlett hőt és le tudják hűteni magukat. Ezért más módszert kellett találniuk ehhez. Például keresnek egy hűvösebb, árnyékos helyet és mozdulatlanul fekszenek, vagy éppen kiterülnek a hűvös padlón, hogy minél nagyobb felületen tudják hűteni a testüket. A tisztálkodásuk pedig hőelvezetésre is szolgálhat. A nyáluk ugyanis rákerül a szőrre, és amikor az elpárolog, a macska testhőmérséklete elkezd lecsökkenni. Amikor pedig már olyan meleg van, hogy nem működik semmi más, akkor bizony elkezdenek lihegni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy azonnal álljunk le a játékkal és adjunk nekik egy pohár vizet. Ugyanis a macskák nagyjából 32 Celsius fokos érzetnél kezdenek el lihegni, ami már néha életveszélyes is lehet. Mindenki hallott már macskát nyávogni.
De vajon az is feltűnt nektek, hogy a macskák egymásra kifejezetten ritkán nyávognak? Igen, a macskák az egymás közti kommunikációra a testbeszédet, az érintkezést és a mimikát használják leginkább. A nyávogást azért fejlesztették ki, hogy az emberekkel tudjanak kommunikálni. Rájöttek, hogy nálunk nem tudják használni az egymás közti jeleket, így kitalálták, hogyan tudnák nekünk is jelezni az igényüket. Ha egy beszédes cicussal élsz együtt, feltűnt, hogy bizony képesek különböző hangszíneken is nyávogni. Amikor éhesek vagy egy kis kényeztetésre vágynak, akkor kedvesen tudnak szólni. Amikor pedig egy kényelmetlen helyzetbe kerülnek, amit valljunk be, ki nem állhatnak, akkor egy teljesen más hangszínt képesek kiadni magukból. A macskásoknak nagyon fontos, hogy tisztában legyenek azzal, melyik hangszínt mire használják a kedvenceik, így tudják leginkább kielégíteni a cicusok igényeit. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legfrissebb tartalmakról.